Szervusz, köszöntelek a Partizánban. Sziasztok. Egy kicsit bajban vagyok, mert ugye nekünk, tehát van neked egy becenevet, amit mi szoktunk használni, ezt mégsem használtam a műsorban. Szilárdnak vagy Istvánnak kell téged egyébként polgári módon. Szilárd, ez rendben van. Rendben van, Szilárd. Akkor ezt tisztáztuk. Ugye, tehát az előbbiekben felsoroltam két nemzetközi szuper példát, amire egyébként az új baloldali körökben már tényleg ilyen mantraszerűen szoktunk hivatkozni, ezek a legközismertebb példák. És van egy ilyen tendencia is, egyébként hogy sokkal könnyebben fedezzük fel azokat az Egyesült Államok beli vagy nyugat-európai fejleményeket a baloldal megújulásával kapcsolatban, mint ami egyébként itt a szomszédunkban történik meg. Tehát most arra szeretnélek megkérni, hogy segíts nekünk abban, hogy jobban megismerjük azt, hogy a közvetlen szomszédságunkban mi zajlik, mert hogy az a furcsa helyzet alakult ki Kelet-Közép-Európában, hogy tényleg majd, hogy nem névsorolásás szerint tudjuk a Demokrata Párt progresszívabb jelöltjeinek a névsorát, születési dátumát és így tovább, de mondjuk ha meg kéne nevezni új balos pártokat vagy mozgalmakat a régióból, akkor valószínűleg a legtöbben csak néznék bambán. Úgyhogy kérlek egy ilyen általános képet vázolja arról, hogy hogy áll a baloldal megújulása, ez vagy ennek a helyzete Kelet-Közép-Európában. Igen, hát igazából azzal kezdeném, hogy ugye a kérdésre azt mondanám, hogy nem, vagy nincs, vagy mindenképp valamilyen negatív választ adnék, hogyha így Kelet-Közép-Európáról beszélünk. Igazából látunk, néhány helyen látunk pártokat, amik így kimondottan ilyen baloldali pártok, amik a régi renddel szemben határozzák meg magukat, ez egyrészt jelenti a régi szociáldemokrata pártokat, a posztkommunista utód pártokat, szóval ezekkel szemben határozzák meg magukat. Ezek közül a legsikeresebb az a Szlovéniában van, a Levica az, ami kétségtelenül most már két választáson is bizonyította az idén nemrégiben, és 2014-ben is bizonyította, hogy egy ütőképes erő. Azon kívül nyilván így alakulgatnak ilyen kisebb csoportok, ennek van egy ilyen ciklusa igazából Kelet-Közép-Európában, ilyen újbalos pártok még tehát a 2000-es évek elején, első felében is volt egy ilyen időszak, amikor így alakultak ilyen kisebb újbalos pártok, csoportok, amik aztán kifulladtak. Szerintem most egy ilyen hullámban sok tekintetben, vagy hát a hullám az így, értsétek, kis hullám, van. Szóval vannak pártjaink ugye Lengyelországban, a Razem, ami hát a legutolsó választásokon olyan 3-3,5% között kapott, a friss közvéleménykutatások is odamérik, tehát az 5%-os küszöb az nem kerültek be a törvényhozásba. Romániában is most alakult, pár hete alakult egy párt, az a neve, hogy Demos. Ez is nagyon hasonló, ez a spanyol mintát követi valamennyire, tehát ezt a Podemos mintát próbálják követni a lengyelek is, meg a románok is, mint szimbolikában, meg ahogyan beszélnek, az, ahogyan a fogalmakat használják a politikai retorikáikban, ez inkább ez az ilyen Podemosos minta, ugye, ami kimondottan próbál így elszakadni, legalábbis szimbólumaiban próbál elszakadni a régi szocialista, szociáldemokrata hagyományt, a vörös színtől, vörös zászlóktól, ezektől a dolgoktól, ugye a spanyol újbal az elég tudatosan próbálja távol tartani magát. És hát ugye a régióban, mivel hogy van ez a, szóval hogy ez a még így 30 évvel később is a rendszerváltás után még mindig ez az antikommunista retorika, ez gyakorlatilag mindenhol a régi országaiban, mindenhol gyakorlatilag egy ilyen központi szervező elve a politikának. Ezért gondolom, hogy ugye a lengyeleknél is, meg a románoknál is próbálkoznak ezzel a fajta ilyen lilásított újballal. Azon kívül pedig, hát igazából mozgalmakról tudunk beszélni. Vannak különálló, kimondottan különálló mozgalmak, ezek főleg az ilyen közjavak, ez a commons, a közjavaknak a védelme, kiterjesztése körül szerveződnek. Például ugye a városhoz való jog az egyik ilyen kérdés, ami ugye Magyarországon a város mindenkinek köszönhetően ismert. Szerbiában például
2014 óta elég erős ez az alulról szerveződés Belgrádban, a Belgrád városközpontjának a hát egy ilyen ingatlan fejlesztése gyakorlatilag a kormánypárt és Egyesült Arab Emírségekbeli üzletembereknek ez az egy ilyen dílje, ami gyakorlatilag ilyen kisajátítja a köztereket, és épp hát pár nappal ezelőtt, pár héttel ezelőtt zárt be a belgrádi főpályaudvar épülete éppen miatt, mert hogy helyére ilyen, szóval ez egy műemléképületről van szó, és helyére a régió legnagyobb shopping plázája, meg ilyen hatalmas csillagos szállodák, meg ilyenek épülnek, és akkor ez a Belgrád a vízen elnevezésű projekt, és akkor ez ellen szerveződnek 2014 óta, ők most már az idei önkormányzati választásokon egyébként elindultak a városi testületbe, 3,5%-ot kaptak ők is, tehát ilyen 30 ezer szavazat körül. De mondjuk, hogyha megnézzük azt, hogy a tüntetések igen mennyien vesznek részt, meg ez az alulról építkezésben sokkal több ember érintett, meg, mint amennyit mondjuk a választói számok mutatnak. A másik érdekes jelenség az az, hogy az ilyen nagyobb tüntetés hullámok vagy megmozdulások egy ilyen radikálisabb szárnyaként jelenik meg, nem mint önálló, tematizáló erővel rendelkező szereplők, de mégis ez az új bal, radikális bal megjelenik ilyen nagyobb tüntetés hullámok keretén belül. Erre is azt hiszem, hogy Románia az egyik jó példa, ahol ugye 2012-13-as időszakban az a Verespataki bánya beruházás, ami szintén ez az ilyen commons közjavaknak a kisajátítása és elleni fellépés volt. Szóval ez a Verespataki mozgalomnak is volt nagyon sok eleme, egészen ez az ilyen nativista, védjük meg a román altalajkincseket típusú jobboldali, szélső jobboldali szervezkedésektől, egészen volt egy erős ilyen baloldali magja ennek a dolognak. Részben egyébként ebből a verespataki mozgalomból nőtt ki ez a párt, amiről az előbb beszéltem, ez a Demos. Sok szereplője, vezető szereplője egyébként onnan nőtte ki magát. Egyébként ők azért érdekesek, tényleg egy nagyon kicsi csoportról van szó, de hogy a napokban a magyar rabszolgatörvény kapcsán is kétnyelvű kiáltványt tettek közzé, szolidaritásukat fejezték ki a magyar dolgozókkal. Vállalta a multietnikus alapon politizálnak. Igen, egyébként igen, hát legalábbis a retorika szintjén az a gyakorlatban egy picit másként működik. Szóval igen, ez Romániában látszik, ugye ott az így Magyarországon egy alapvető ilyen bezzeg romániázás mindig előjön, hogy milyen hatalmas korrupció ellenes tüntetések vannak. Az is főleg egy ilyen centrista, liberális paradigmában szerveződik, hogy a korrupció rossz, meg a politikai moralitás, meg ezek a kérdések, de abban is van, azoknak a mozgalmaknak a szélén is van egy ilyen balosabb mag, amelyik próbálja másként tematizálni a korrupció kérdését. Ez legerősebben azt hiszem, hogy a 2015-16 környékén jött ki, amikor egy ilyen tragikus bukaresti klub, vagy hát szórakozó hely, tűz volt, ez a kollektív tragédia, és akkor jött ki legerősebben az, hogy itt nem simán csak korrupcióról van szó, hanem arról, hogy itt gyakorlatilag az állam szabályozó és mindenféle szolgáltatói funkciói gyakorlatilag ki vannak árusítva tőke érdekeknek, és hát annak lesz egy ilyen mellékhatása, hogy tűzbiztonsági és egy csomó mindenféle ilyen ellenőrzési szervek gyakorlatilag leépülnek, és hát akkor annak lesz egy ilyen vége.
Szóval igen, igazából kb. Ezek a nagyobb vonalak, pártkezdemények, önálló mozgalmak és ezek az ilyen hibridebb, vagy hát nagyobb mozgalmak keretén belüli kisebb csoportok az, ami szerintem így kb. Felvázolja a nagy képet a régióban. Ugye te a Mérce publicisztika rovatának vagy a szerkesztő, és magad is egyébként rendszeresen publikálsz a Mércén publicisztikákat, és az E-héti írásodban arról beszéltél, hogy itt gyakorlatilag az első világháború utántól kezdődően az önrendelkezés projektje így bebizonyosodott, hogy nemzetállami keretek között kivitelezhetetlen, most egy kicsit leegyszerűsítek, és ez a legújabb tüntetés hullám, ami most zajlik ezekben a percekben is Budapest utcáin, ez megint arra világít rá, hogy egyébként mi is a követelés? Tehát, hogy ha követelést valóra is lehetne váltani, az a fajta politikai keretrendszer, amiben élünk, az alkalmas ennek a kielégítésére. És hogyha most így megyünk végig Lengyelországtól kezdődően, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szerbia, tehát itt van egy ilyen vonal, ahol egy ilyen nagyon erőteljes, sőt, tehát szélső jobboldali hegemóniát láthatunk. Ehhez képest vannak ilyen majdnem törpe baloldali csoportosulások, amelyek megpróbálnak küzdeni. Szerinted lehetne találni olyan közös platformot, ami ezeket a követeléseket egyé tudná szervezni? Érdemes egyáltalán ebbe erőforrás fektetni ezeknek a csoportosulásoknak? Tehát érdemes már a kezdetektől fogva regionális méretekben és dimenzióban gondolkodniuk, vagy alapvetően mindenkinek a nemzetállami keretek között kell építkezni már a kezdetek kezdetén is. Egyébként tudva azt, hogy az, amiért végső soron küzdenek, az újraelosztás radikális megújítása, a verseny felvétele, vagy a tőkevel szembeni versenyben valami fajta jobb pozíció kiharcolása, azért ez mégiscsak nemzetközi összefogásra érhetően egyedül. Tehát, hogy hol látod ebben a kiutat, hol látod ebben az elindulásnak a lehetőségét? Hát szerintem igazából azt, hogy mindegyik ilyen kezdeményezésnek ott bukik el legelőször szerintem, hogy nem tiszták a stratégiai célok. Tehát, hogy egy sikeres mozgalomnak, és azt hiszem, hogy az utóbbi időben az otthonápolási díjért küzdő magyar mozgalomtól tanultam meg én is, vagy így a velük való beszélgetésből jön át, hogy ilyen nagyon erősen stratégikusan kell gondolkodni, és minden egyes lépést alá kell rendelni annak a nagyon konkrétan meghatározott célkitűzésnek, amit elő akarnak érni. És szerintem, hogyha innen indulunk ki, akkor ez a kérdés, a nemzetállami keret, a nemzetközi építkezés keret, ez egy ilyen mozgó kérdés abban a szempontból, hogy éppen milyen konkrét cél az, amit el szeretnénk érni, és arra melyik a legjobb eszköz. Szerintem látunk egyébként nagyon jó példákat a régióból ebben a szempontból, ezek is ilyen kezdeményezések, vagy hát még kezdetleges szinten vannak, de az például, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 2-3 évben mondjuk az Amazon terjeszkedése mentén hogyan kezdett kialakulni egyfajta ilyen szakszervezeti, dolgozói szolidaritás, ami mondjuk Lengyelországtól, Németországon át, Olaszország és Spanyolországot is magába veszi, az szerintem egy nagyon jó példa ebből a szempontból. Nyilván egy olyan hatalmas vállalatnál, mint amilyen az Amazon, amivel szemben gyakorlatilag ma nincs olyan nemzetállam, és ide értem a legerősebb létező nemzetállamot, az Amerikai Egyesült Államokat is, gyakorlatilag képtelen vele szembe fellépni, részben mert nem akar, de ez már egy másik kérdés, hogy ezekből a szempontunkban kétségtelen, hogy csak kimondottan együttműködéssel lehet. A másik kérdés szerintem, hogy érdemes megtalálni a közös tapasztalatokat, hiszen rengeteg a közös tapasztalat. Egyébként a Mérce egyik szövetségese a TET blogon, a Varga Gergő írt erről egy nagyon szép publicisztikát pár hónappal ezelőtt, ahol épp ezeket a tapasztalatokat osztja meg, hogy részt vett egy ilyen valós aktivistákból álló kelet-európai összejövetelen, és hogy igazából azok a történetek, amiket itt minden nap elmesélünk saját magunknak, a saját társadalmunkra és minden, ugyanazok a tapasztalatok az elmúlt 30 évből szinte szóra pontosan megjelennek más országokban is. Ezeket sok szempontból felülírják az, hogy hiányzik a nyelvtudásunk, felülírják azok a beidegződések, hogy hát nyilván a
nehogy már a románokkal kezdjünk valamit, hiszen hát mégis magyarok vagyunk, és hát azért na. Szóval, hogy ezek az ilyen történelmi beidegződések, meg hát nyilván az is van, hogy versenyre vagyunk szocializálva úgy társadalmi szinten, mint egyéni szinten, és hát folyamatosan ez történik, hogy itt a különböző kelet-európai társadalmak versenyeznek a tőkéért, és hát abban elég nehéz. Szóval szerintem ez egy ilyen nulladik pontja bármiféle baloldali építkezésnek a régióban, hogy határokon átívelő kapcsolatokat építeni. Záró kérdés. A Mérce szerkesztősége gyakorlatilag egy hetekig költözött az utcára, és egymást látjátok abban, hogy kövessétek az eseményeket. Ugye gyakorlatilag a ti Facebook oldalatokon lehet a legnapra készebb információkat kapni arról, hogy milyen dinamikák mozgatják a tömeget. Nem azt kérem tőled, hogy jósolj, nem azt kérem tőled, hogy mondd, hogy szerinted mi lehetnek az egésznek a végkimenetele, inkább csak valahogy annak az ilyen közép-hosszú távú lehetséges következményéről mondj egy rövid gondolatot, hogy ugye 2010 óta régóta vártuk, sokan, akik ilyen magukat baloldalnak mondó aktivisták vagyunk, hogy végre materiális anyagi követelések álljanak egy-egy ilyen megmozdulásnak a középpontjába. Nem mint, hogyha problémánk lenne a szimbolikus követelésekkel, szabadsági követelésekkel és így tovább, de ezt önmagában bizonyítja a 3-2-3-at, hogy nem elégséges. Azzal, hogy most a munkatörvénykönyve és picit kiszorítva egyébként a különbíróságoknak a rendszerét tematizálja ezeket a megmozdulásokat, ennek szerinted lehet-e, és ha igen, akkor milyen közép-hosszú távú következménye a magyarországi baloldal megújulásában? Én sokat szoktam ezt mondani így magamról, hogy hát így nyilván így elég radikális baloldali dolgokat gondolok a politikáról, de közben meg így van egy ilyen, nem tudom, ilyen székelyes, konzervatív, gradualista dolog a fejemben, és hogy igazából az elmúlt évek tüntetés sorozataiban is én érzékelek egyfajta ilyen fokozatos kiteljesedést, vagy elemeket, amikben látom, hogy jó irányba fejlődnek a dolgok, és szerintem ez a mostani tüntetés sorozat, az egy ilyen állomás lehet potenciálisan. Kétségtelen, hogy ilyen erősen talán tehát 2010 óta ilyen erősen szerintem az ilyen különböző osztálykoalícióknak vagy társadalmi koalícióknak a lehetősége nem volt adott, mint most. Tehát ilyen erősen az, hogy az urbánus, fiatal értelmiségi, vagy ez az ilyen multiknál dolgozó, magára nem is munkásként tekintő típusú ilyen mobilabb rétegek, mondjuk tényleg össze tudnak kapcsolódni valamilyen szinten tényleg ilyen rurálisabb, kevésbé mobilis dolgozói érdekekkel, vagy hát így igazából egyáltalán találkoznak és így szóba állnak egymás, és valahogy közösen állnak ki. Szerintem ez egy jó irány. Szerintem ez egy olyan irány, amiben van potenciál a jövőre nézve. Szerintem ez nem egy olyan dolog, ami most így eleve adott, hogy akkor ez most így megtörtént, és akkor innentől már minden jobb lesz. Szóval ez egy olyan dolog, amin kell dolgozni, hogy ez fennmaradjon, és ez általában közös harcokban, közös küzdelmekben jön létre valójában az a fajta valahogy a szívünkben is érzett szolidaritás, tehát nem csak a retorika szintjén, hanem ez tényleg ebben jelenik meg. Szerintem ez egy olyan dolog, ami mindenképp pozitívum az együtt, hogy nyilván ez egy munka lesz, és nem biztos, hogy sikerül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Papszilárd Istvánt láttátok, hallottátok. A Mérce szerkesztőjét.